Köszöntöm Önöket, kulturális magazinunkat, a Karcot látják. Tartsanak velünk a következő fél órában. Kerek évfordulóhoz érkezett a város egy emblematikus rendezvénye. A Jazz Fesztivál története a 70-es évek elejéig nyúlik vissza. Az elmúlt 4 évtizedben számos kiváló zenésszel találkozhatott a kanizsai közönség. A 40 éves jubileumot, a 33. Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztivált szintén méltón ünnepelték meg a jazz rajongók. Kanizsai kötődésű tehetségekkel és tengeren túlról érkezett sztárokkal találkozhattak. Különleges előadással örvendeztette meg a fesztivál nyitó koncertjén a kanizsai jazz barátokat a Kém Kőfalvi Project. Kém Sándor, Kőfalvi Csaba és Sinkovics István jól összeszokott hármasát, a nagybőgő, a dob és a zongora játékát Vinant Gábor egészítette ki, hol szakszofonnal vagy fuvolával, hol pedig énekkel. A jazzzenész neve nem ismeretlen a műfaj rajongói előtt, zenei pályafutását a magyar jazz egyik nagy alakja, Babos Gyula mellett kezdte, de együtt dolgozott Dés Lászlóval, Vukán Györggyel és a Balázs Elemér Gruppal. Klasszikus pályára készültem annó, énekesként, és ugye aztán vettem egy nagy fordulatot, egy 180 fokost, az tulajdonképpen annak köszönhető, hogy egy régi-régi barátom egyszer csak ilyen-olyan jazz lemezeket vett föl nekem, hallgassd ezt meg, és elkezdtem beleszeretni. Onnantól kezdve már egyáltalán nem érdekelt a klasszikus zene, olyan téren, hogy tanuljam, és hogy ez legyen a hivatásom, onnantól fel teljesen a jazz felé fordultam. Nagy volt a váltás a klasszikus és a jazz zene között. A művésznek saját bevallása szerint beletellett pár évében, mire kezdte otthonosan érezni magát az improvizációk és a füstös hangzás világában. Ez egy tanulás, tehát én életem végig szerintem tanulni fogom ezt a műfajt. Úgy értem, hogy mindig is lesznek új dolgok, amit meg szeretnék tanulni, el kell sajátítani. Ezt nem mondja senki, én tűzöm ki magamnak, hogy elsajátítsam. De hát a két műfaj között tényleg, ahogy mondod, igen nagy kontraszt van. És hát, hogy tulajdonképpen alapjában én abszolút teljesen más az egész, de ahogy szokták mondani, és én is ezt vallom, mindennek az alapja tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmány. Tehát én gyerekkorom óta klarinéton kezdtem el tanulni, klasszikust, és ezt sose bántam meg, hiszen innen van az, hogy én azóta szakszofonozom, néha meg fuvolázom, igazából megmondom őszintén, énekes vagyok, tehát a fő profilom, úgyis végeztem az iskolát, az éneklés, de imádok szakszofonozni és fuvolázni, és úgy tűnik, hogy más is szereti, hiszen ide a fesztiválra most tulajdonképpen így is elhívtak, nem csak énekesként, hanem szakszofonosként, fuvolistaként. Legfőképpen természetesen énekeseket kezdtem el hallgatni, de aki ismer, az most már egy kicsit a fülében van, hogy amikor én éneklek, akkor eléggé improvizatív, tehát szinte instrumentális, centrikusan éneklek. Ez annak köszönhető, hogy rengeteg instrumentális zenét is hallgattam, meg hallgatok a mai napon is. Tehát az énekesek közül természetesen a legősibb és legnagyobbakat, tehát az Ella Fitzgeraldtól kezdve, a Louis Armstrongtól kezdve, Al Jarreau, Bobby McFerrin, tehát meg annyi úgymond megasztárt, jazz megasztárt hallgattam, hallgatom mai napig is őket természetesen, és instrumentális emberek közül is, hát tényleg a lista az nagyon hosszú lenne. De akit minden egyes jazzzenész elmond, és itt én is mondanám, mert szerintem egy a jazz iskola, a Charlie Parker, a John Coltrane, a Sonny Rollins, de hogy ne csak szakszofonosokat elműtsek, Thelonious Monk, Wynton Kelly, Oscar Peterson, rengeteg. Tehát én ezeket, nincs olyan zene, amit nem hallgatok meg, csak jó legyen.
Ma este itt a Jazz Fesztiválon egy új formáció tagjaként lépsz majd a színpadra. Milyen a kanizsai fiúkkal együtt dolgozni? Nagyon-nagyon-nagyon... A kellemes az nem jó szó, hanem szuper meglepetés, amit... Hát én tegnaptól tapasztaltam igazából, mert itt tegnap próbáltunk Budapesten, és a Kőfalvi Csabit ismertem már régebb óta, a Kém Sanyit, ővele egyszer találkoztam, egy ilyen másfajta szituációban, ilyen jam session-ön standardeket játszottunk, viszont a zongorista úriembert még soha nem hallottam, a Pistit, és mind a három, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon pozitív mély benyomást tettek rám, azon kívül, hogy természetesen a tehetségesek, nagyon-nagyon jó zenészek, azon kívül van bennük egy olyan plusz, ami szerintem ritka. Én Budapesten élek, és a budapesti zenekarom van, tehát a kollégáim is budapesti, de nem tudom, hogy azért, mert ők nem budapestiek, de a zenéhez való hozzáállásuk az, most pozitívan mondom, valami egészen más, tehát ez nagyon-nagyon megragadott, és nagyon-nagyon tetszik, és nagyon köszönöm nekik, és persze a fesztivál szervezőinek is, hogy egyáltalán összehoztak minket, és hogy tudok velük játszani. Vinant Gábor számos hazai és külföldi jazzfesztiválon megfordult már, járt Párizsban, Barcelonában, Dresdában, sőt még Kubában is. A külföldi közönség és a magyar közönség is nagyon jó. Tehát feltételezem, vagy nem csak feltételezem, hanem tudom, hogy ha valaki jazzkoncertre eljön, akkor az azért jön, hogy már pedig most jazz fogok hallgatni, és a szabad ezt a szót használni, tombolnak, tehát nagyon-nagyon élvezik a jó koncertet, és már tényleg évek óta benne vagyok ebbe a szakmába, tulajdonképpen minden egyes fesztivál vagy jazzkoncert, szóval nem igaz az, amit mondanak, hogy a jazzre nem kíváncsi senki. Igenis, nagyon-nagyon kíváncsiak az emberek itthon is, Magyarországon, csak hát tényleg nagyon fontos az, hogy tudják is, hogy egy ilyen koncert van itt vagy ott, tehát hogy a reklám jó legyen, és ezt szerintem külföldön is így van. A közönség és a zenész közti viszonyt kell megtalálni, és ha az megvan, akkor onnantól már minden ugyanaz. Mégis van egy színpad, közönség itt van, a zenészek a színpadon játszanak, és mindent megtesznek a közönségnél. A technika szuper, nagyon jó, akkor onnantól már tulajdonképpen minden ugyanaz. Ha feltételek adottak, akkor már csak jó koncert lehet. Mit hallhatunk ma majd tőletek? Egy nagyon érdekes programot állítottunk össze, ugyanis őt több saját kompozíció fog elhangozni. A Bögös Orienbeli, tehát a Kém Sanyié, a Pistéje, a zongoristáé, meg az enyém is. Azt hiszem, hogy ha jól számolom, most így összeállítottunk 6 dalt, és valahogy így osztik meg, hogy 2-2-2. Saját dalok, javarészt instrumentális, az én kéndalom az pedig vokális, tehát azokban éneklek. Annak még annyi az érdekessége, hogy talán a közönség tudja, hogy az én drága feleségem és szerelmem, ő is énekesnő, Elza Valle, kubai énekesnő, és most már évek óta úgy írom a saját dalaimat, hogy spanyol nyelven ő írja a szövegeket, úgyhogy ez még talán itt Nagykanizsán egy külön debütálás lesz, hogy úgy mondjam, hogy a két saját dalomat Elzának a spanyol szövegével fogom elénekelni.
Nem csak a formációt alakító tagok, Bacsó Kristóf szaxofonista, Juhász Márton dobos és Tálas Áron zongorista fiatalok, de maga az együttes is gyerekcipőben jár még. A 2012 végén alakult trió ennek ellenére kiforrott hangzásvilággal, bátor improvizációkkal és harmóniával lépett a kanizsai közönség elé. Az elmúlt egy év távlatából milyennek tűnik ez az együttműködés? Nagyon jó, nagyon-nagyon élvezem ezt a zenekart. Nagyon jó, hogy hárman vagyunk, és ez egyel több szabadságot nyújt nekünk, tehát igazából mindig is szabad, tehát kvartettben és kvintettben is nagyon nagy szabadság, de trió talán az a formáció, amiben a legszabadabban tudjuk kezelni a formákat, akár a különféle utakra tudunk indulni, könnyebb ez az út, és nagyon izgalmas, mindegy koncert fantasztikusan izgalmas, és új elemeket tartalmaz számunkra. Volt már külföldi fellépésetek is így ebben a formában? Per pillanat nincs terve, van jó pár külföldi fellépés, hál' Istennek. Most tulajdonképpen nyáron meg tavasszal elég sok magyar fesztiválon játszottunk, mint például ma is, ugye. Jövő héten Tatabányára megyünk egyébként, aztán Budapesten játszunk, és akkor úgy néz ki, hogy Berlinbe is. Most kaptunk egy meghívást Londonba, úgyhogy majd meglátjuk. Ugye, ahogy mondtad, járjátok azért a fesztiválokat. Az ottani hangulatból mi jön le? Milyen helye van ma a jazznek nálunk? Hát én azt gondolom, hogy jazz vagy nem jazz, szóval nem szabad ilyen stílus határokat szabni. Én azt gondolom, hogy egy zene jó, egy zenekarnak van energiája és szeretete, amit áraszt a közönség felé, akkor teljesen mindegy, hogy milyen stílus, azt megérzi a közönség, és az átmegy. Bacsó Kristóf a Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte tanulmányait Lakatos Ablakos Dezső és Borbély Mihály irányításával. Mindig egyértelmű választás volt számára a szaxofon. De van most velem egy kis kütyű, egy elektromos kütyű, ami mindenféle effekteket próbálok kihozni még, úgyhogy reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Ezt is nagyon élvezem, és egy új dolog számomra. Ez azt jelenti, hogy kísérletező alkat vagy, meg úgy talán az egész együttes is? Én elmondhatom azt hiszem mindegyikünkről, hogy mindenki nagyon szeret kísérletezni. Ez főleg arról szól az a zenekar, hogy vannak bizonyos előre megkomponált formák, de azon belül ezeket a formákat jobbról pofozzuk, balról pofozzuk, alá teszünk, fölé teszünk ezt, azt, amazt, és mindig valami új történet jön belőle. Kevesen bólogattál, amikor a kísérletezgetésről volt szó. Úgy gondolom, hogy mind a hárman szeretnünk kísérletezgetni, hiszen szerintem a jazznek a legfőbb lényege ellentétben több popzenei stílussal szemben, az, hogy minden koncerten jöhet valami olyan újdonság, ami előttem sose hangzott el, és valahol ez is érteti szerintem a jazzzenészeket, hogy mindig valami újat próbáljanak magukból kihozni, egyrészt magukból, másrészt meg ugye mindenki szerintem arra törekszik, hogy egy kicsi valami olyasmit próbáljon csinálni, amit más előtte nem, vagy nem pont ugyanúgy. Tehát, hogy mindenki a saját hangját keresi a hangszerén. Nálad ez hogy nyilvánul meg, és milyen hangszeren? Hát én itt illetve Fender, egy elektromos zongorán játszok, és hát úgy nyilvánul meg, hogy próbálok úgy játszani, ahogy egy-két olyan dolgot mindig megpróbálok beletenni, amit előtte nem. A jazz az hogy jött a képbe? Hát ilyen 16 éves korom körül kezdtem el így hallgatni, meg tanulni, és azóta is tart ez a tanulás, és szerintem fog is életem végéig. Engem a szüleim arra ösztökéltek, hogy én zongorázzak, de mivel nem nagyon gyakoroltam az órákra, meg nem volt erre motiváció, mert ezért utána átirattak dobra, és akkor azt így csináltam rendesen, meg folytattam. A dob számomra az a hangszer, amiben rengeteg a fizikai mozgás, és én nagyon élvezem, hogy ahogy így összekötődik az, amit hallok, meg az a mozgás, amit csinálok, és hogy egyáltalán a ritmus az így nekem mindig ott volt az életemben, és ezt így nagyon, ugye itt akkor mindegyik végtagommal különböző ritmusokat játszok, és ez engem így érdekel, vagy ez szerintem érdekes.
És a jazzben ezt maximálisan ki is tudod élni akkor ezek szerint? Hát igen, ott nincsenek meghatározva igazából, hogy nekem mit kell csinálnom, úgyhogy szabadjára tudom ereszteni a fantáziámat, és akkor előadni. A trió tagjai közül Bacsó Kristófnak és Juhász Mártonnak is lehetősége nyílt külföldön tanulni, tanulmányozni a jazzt. Mindketten a Bostoni Berklee College of Music hallgatói lettek, számos neves művész tanár keze alatt sajátították el a műfaj fogásait, és bontogatták saját szárnyukat. Aki már egy magas szintre jut, az emberileg is nyilván elkerülsen egy olyan szintet, úgyhogy azt gondolom, hogy minden olyan tanár vagy olyan esetleg nagyobb nevű muzsikus, akivel volt szerencsém játszani, az eleve a jelenlétével valamit adott nekem. De azt gondolom, hogy igazából most nagy név vagy nem nagy név, szóval én mindenkivel, akivel játszom és akivel szeretek játszani, vagy úgy mondom, minden egyes koncert az egy tanulási folyamat is, és nagyon sok mindent tanulunk egymástól, mint ahogy az Áron mondta az előbb. És ebben ez a nagyon szép, hogy minden koncert egy amellett egy új élmény, egy új tanulás, és valamivel többek veszünk egy koncerten keresztül. Milyen dalok fognak felhangzani tőletek? Hát ezek viszonylag, a kvártetnek a lemeze az 2 éve jelent meg, 1,5 éve jelent meg, és abból 1-2 dal dolgoztunk föl így trió formára, de vannak új dalok is, amelyek mondhatni majdnem, hogy nem kifejezetten erre a formációra íródtak. Aztán mondjuk van egy darab, ami mondjuk erre a formációra íródott, de kinőtte magát egy big band darabbá. Szóval szeretem ezt a kísérletezgetést, hogy a legkisebb zenekari felállástól a legnagyobbig kipróbálom ugyanazt a dallamot, vagy ugyanazt a formát, és hogy tud megvalósulni. Tervezitek-e, hogy kiadtok majd egy CD-t esetleg a közeljövőben? Én azt túlzás, hogy én tervezek ilyet, de minden esetre nagyon szeretnék kiadni így egy CD-t, úgyhogy majd remélem, hogy hát hogyha összeérik annyira az együttes, szerintem ez talán most már aktuális is lehet egy ilyen anyagot összeállítani, és akkor felvenni. Igazi zenei csemege zárt a szombat éjszaka a Jubileum Jazz Fesztivált. A keszthelyi születésű jazzdobos Németh Ferenc amerikai barátaival látogatott el városunkba, hogy a hamisítatlan amerikai hangzásból adjanak ízelítőt. A jelenleg New Yorkban élős, a jazztárok közt számon tartott Németh Ferenc olyanokkal játszott már, mint Bob Shepard, Dave Carpenter vagy John Clayton. Igazából én klasszikus zenét tanultam 8 éves koromtól, és a jazzzel úgy kerültem kapcsolatba, hogy amikor középiskolás voltam, akkor barátaim hallgattak jazzt, és rajtuk keresztül elkezdtem én is jazzt hallgatni, és van egy nagyon kedves barátom, aki egyébként hévízi, ő is dobol, Demeter Laci, aki a jazz tanszakon végzett, és megismertük egymást, mert az unokatestvéremmel együtt játszottak egy zenekarban, és gyakorlatilag ő is, meg hát mondom, így a barátaim a középiskolában, ők voltak azok, akik így bemutattak a jazznek. A barátokon kívül voltak ilyen nagy példaképek, amiket követni akart? Voltak és vannak is, persze. Mindig nagyon jó zenészeket Magyarországon is és a világon is. Tényleg nagyon jó zenészek vannak, akikre mindig felnézek, akiket hallgatok, és akiknek a példáját követem.
Más jazzzenészekhez hasonlóan tanulmányai alatt ő is külföldre sodródott, ahol a legnagyobbaktól tanult. Én először a Liszt Ferenc Akadémiának a jazz tanszakát végeztem el itthon, és igazából amikor elvégeztem a jazz tanszakot, akkor úgy voltam vele, hogy nekem még többet kell tanulnom. Tehát én többet akartam. És a következő lehetőség az Amerika. Tehát vannak Európában is nagyon jó iskolák, de nyilván a jazz az Amerika őshazája, és ugyanúgy, ahogy ha valaki magyar népzenét akar tanulni, akkor Magyarországra jön, és itt tanulja meg, mert valószínű, hogy vannak iskolák Szlovéniában vagy Ausztriában is, de hát Magyarországon kezdődött a magyar népzene, tehát ez egy magyar zene, tehát itt kell megtanulni. Ugyanígy voltam a jazzzel, Amerikából ered a jazz, és ott szerettem volna tanulni. És kaptam egy ösztöndíjat a Berkeley-re, Bostonba, és aztán onnétől kezdve először úgy voltam, hogy jó, hát akkor egy szemeszterre kimegyek, és aztán az egy szemeszter az nagyon gyorsan elmúlt, úgyhogy gondoltam akkor még egyet, és aztán egy év után úgy voltam, hogy hát akkor most már jól lenne befejezni a Berkeley-t, akkor közben jelentkeztem egy másik iskolába, aztán még egy ösztöndi, tehát így egyik dolog jött a másik után, és most már 15 éve élek kint. Tehát ez egy ilyen megállíthatatlan folyamat lett. A mai formációról, melyel színpadra lépnek, mit kell tudni? A mai formáció az egy elég érdekes dolog. Én tavaly kiadtam egy lemezt, amelynek az a címe, hogy Triumph, és ezen a lemezen a Lionel Lueke, a Joshua Redman és a Kenny Werner játszanak, és ennek a zenekarnak az érdekessége az, hogy nincs bőgős, nincs basszusgitáros. Ebben a zenekarban egy gitáros van, zongorista, szaxofon, és hát én dobolok. És gyakorlatilag az elmúlt egy évben ezzel a zenekarral turnézok, viszont a Lionel nem ért rá erre a koncertre, és helyette gondoltam, hogy a Matt Brennan nagyon régi ismerősöm, és gondoltam, hogy elhívom. Igazából ez az első alkalom, hogy egy bőgőssel játsszuk ezt a zenét, amit erre a lemezre írtam, és a Matt, hát ez egy nagyszerű zenész, aki nyilván ezt a zenekart egy kicsit, hogy mondjam, elfordítja attól a stílustól, amit a lemezen játszunk. Tehát annyira nagyon nem változtatja meg a dolgot, de mégis mindenki másképp játszik, mert egy bőgő az a zenekarnak más színfoltot ad. Tehát a mai este van egy bőgősünk, a Matt Penman, Kenny Werner zongorázik, aki a lemezen is, és a Marcus Strickland szaxofonozik, aki egy hát fiatalabb, mondhatom, hogy fiatalabb, 34 éves, és ugyanúgy hihetetlen jó zenész, tehát mindenki a zenekarban nagyon jó zenész, és mai este ennek a lemeznek az anyagát fogjuk játszani, amit tavaly vettünk föl, és gyakorlatilag ez az első alkalom, hogy ebben a felállásban ez a zenekar játszik egy koncertet, mert ugyan mindannyian játszottunk együtt, különböző formációkban, de ebben a formációban ma játszunk először. Volt persze próbánk, meg a számokat összenéztük, tehát nyilván nem az első alkalom, hogy játszunk együtt, de mégis ez egy
ez egy érdekes koncert lesz, mert másképp fogjuk ugyanazokat a számokat, mégis másképp fogjuk előadni. Amerika után milyen érzés a szűkebb, tágabb hazájában, Zala megyében játszani? Nyilván én itt nőttem fel, én mindig nagyon szerettem itt zenélni. Egyébként az egyik érdekessége ennek a dolognak, hogy majdnem 20 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy 1995-ben ugyanitt játszottam az első zenekarommal, ami az első hivatalos zenekarom volt, és ugyanezen a Kanizsai Fesztiválon játszottunk, egész más zenét, egész más zenészekkel, de én nagyon szeretem a közönséget itthon, a magyar közönség nagyon jó, számomra mindig egy kihívás itthoni közönség előtt játszani, mert hát itt nőttem fel, és nyilván van bennem egy olyan, hogy hát itt mit gondolnak erről, vagy hogyan fogadják ezt a zenét. Ez érdekes. Kedves nézőink, a Jazz Fesztiválról szóló összeállításunk végére értünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő kedden is a szokásos időben. Viszontlátásra!